Letartóztatta a bíróság Szilágyi István fiát, aki a gyanú szerint vasárnap reggel meggyilkolta a színművészt. A Híradónknak nyilatkozó jogász szerint a tragédia arra is rávilágít, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem hatékony a családon belüli erőszakkal szemben. Tisztelői gyertyákkal és mécsesekkel emlékeztek Szilágyi Istvánra. Az idős színművészt vasárnap reggel gyilkolták meg, a gyanú szerint fia követte el a brutális tettet. A tragédia nem volt előzmény nélküli. A férfi 2018-ban felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert édesapja az általa elkövetett bántalmazás miatt több napra kórházba került. Szilágyi István ennek ellenére mégis kiállt fia mellett a bíróságon. A Patent Egyesület jogásza szerint az eset jól példázza, hogy a magyar igazságszolgáltatás mennyire nem hatékony a családon belüli erőszakkal szemben. Hozzátette, az isztambuli egyezmény kimondja, hogy az ilyen ügyekben nem lehet felfüggesztett szabadságvesztésre ítélni az elkövetőt. Azt az üzenetet hordozza az elkövető felé, hogy nincsen szankció lényegében, mert nem érzékeli a saját bőrén, hogy ez bármit is jelentene. Ugyanakkor, mint mondja, probléma az is, hogy akik érzékelték, mi történik a családban, nem tettek feljelentést, mondván a sértett nem működik együtt a hatóságokkal. Nem szabadna, hogy büntető eljárások azért ne folyjanak le, mert a sértett, a teljesen kiszolgáltatott helyzetben lévő, ugye ezermillió szálon kötődő és tényleg nagyon vegyes érzelmeket tápláló sértett nem működik együtt, mert nem hajlandó feljelentést tenni, vagy nem hajlandó tanúvallomással segíteni az eljárásban, bármilyen módon passzív. A pszichiáter szerint az ilyen tragédiák után az első kérdés, hogy meg lehetett volna előzni az eseményeket. Hogy ez csak egy veszekedés lesz, és lezárul egy szóváltása, vagy lezárul azzal, hogy egyik föl fölugrik és elmegy, és ezzel megszakítja a kapcsolatot. Ez is egy lehetséges kimenete, és hogy elfajul odáig, hogy egy ilyen borzalmas cselekedet történik, ennek a váltópontja az nem jósolható be előre. Szilágyi István fia életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. Vizsgálják az elme állapotát is, tehát ebben az esetben is elmeorvos szakértő fogja megvizsgálni, és amennyiben a belátási képessége hiányzik, abban az esetben akár a kényszergyógykezelését is elrendelhetik határozatlan időre, tehát az is elképzelhető, hogy elme gyógyintézetbe kerül. A gyilkossággal gyanúsított férfi még nem tett beismerő vallomást.